A magyar kormány döntésével összhangban hétfőn már nem nyitottak ki az iskolák és óvodák a koronavírus miatt. Ebbe a fővárosi általános iskolába csak a rendkívüli értekezletre érkező tanárokat és a legszükségesebb tankönyvekért beugró szülőket engedték be. A tantermeket centiről centire fertőtlenítik. Bár a diákok otthon várják, hogy elkezdhessék az új digitális tanrendet, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint még napokba telhet, mire élesítik a rendszert. Szívesen maradnál otthon, ugye? Igen. Ennél is nagyobb a bizonytalanság az óvodák környékén. Bár az udvarok és játszóterek országszerte kiürültek, és egyre többen vállalják az önkéntes karantént, sokan egyáltalán nem tartanak a járványtól, és úgy viszik gyermekeiket munka előtt óvodába, mintha mi sem történt volna. Mi is csak az internetről tudunk meg mindent, hogy mikor, mi, hol történik. Úgyhogy mi is várjuk, hogy megtudjuk, hogy meddig tart, vagy mikor, mi zár be, vagy mi van nyitva? A legtöbb intézmény hétfőn és kedden még mindenki számára nyitva tart, utána pedig ügyeleti rendszerben működik majd. De az óvónők arra kérik a szülőket, hogy csak akkor hozzák be csemetéiket, ha tényleg sehogy sem tudják megoldani a felügyeletüket aki pedig befizetett napközire bármikor elviheti az ételt. A szerdai nappal fog az úgynevezett igazi óvoda bezárás megtörténni. Ettől függetlenül a szülők nagy része azért már tudott erről, mert most is ebben az óvodában összesen hat gyerek van a százból. A bezárás több százezer családot érint, a kormány viszont nem változtatott a munkatörvénykönyvén, így ha egy szülő túl hosszan marad otthon gyermekével, könnyedén elbocsáthatóvá válik. A bezárások rendkívül nehéz helyzetbe hozták a magyar családokat. Egyrészt a hatóságok arra kérik a szülőket, hogy ne a nagyszülőknél, időseknél helyezzék el a gyermekeket, így viszont ők maguk kiesnek a munkából. Nem véletlen, hogy a közösségi médiában egyre több korábban turizmusban vagy vendéglátásban dolgozó fiatal hirdeti magát, mint babysittert. Siposhegyi Zoltán, Euronews, Budapest.